A Szalajka Ház az Egererdő ZRT területén Gyöngyös-Solymos és Mátra-Szent Imre között Lajos házától 4 kilométerre található. Az Egererdő jóvoltából a csaknem 50 vendég befogadására alkalmas turistaszállás ünnepélyes átadójára érkező vendégek kisvasúttal közelíthették meg az erdőgazdaság saját forrásából, mintegy 60 millió forintból kialakított, mesés környezetben elhelyezkedő, új közjóléti objektumot. Nem titkolt szándékunk, hogy ezekkel a fejlesztésekkel egy kicsit irányítva az ide látogató turistákat rátereljük a meglévő attrakciókra az ide érkező vendégeket, és itt nem csak a saját attrakcióinkra gondolok, hiszen társaságunk a működési területén működő mindhárom turisztikai destinációs menedzsmentnek a tagja, így a Gyöngyös-Mátra TDM-nek is, és nyilván ezekben a TDM-ekben más szolgáltatók is szerephez jutnak, szálláshely szolgáltatók, egyéb turisztikai szolgáltatók, turisztikai attrakciók, gondolunk csak itt Sástóra, a Mátrában nemrég átadott 4 csillagos szállodák tömkelegére. Abban bízunk, hogy egymásra utalva, együttműködve, a közös kölcsönös érdekek mentén, a helyi érdekeket figyelembe véve, természetesen gondolok a természetvédelmi érdekekre, az egyéb gazdálkodási érdekekre, mint például a vadászat, építve egy olyan jó dolgot tudunk csinálni, ami az itt élő embereknek és magának ennek az egész régiónak a felépüléséhez, illetve a fejlődéséhez fog vezetni. A MLB ZRT, mint a 22 erészeti részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójaként egy programot indítatott meg, aminek ugye az ernyő program, ez a bejárató Magyarország. Hát ez valóban egyfajta adóság, mert mindenki úgy nézett a szakmánkra, a területünkre, hogy zártság van. Van is benne valami, hiszen az erdei élet, az erdei életközösség, de magában az erdő is egyfajta zárt életközösséget jelent. Nos, hát ezen alapgondolatokon elindult be, egy nyitási program indult be, és az egy nyitási programnak hát egyszer számszerűsített része az, hogy a 2010-es esztendőből, hát napjainkig, illetve még az elkövetkezendő rövid időszakot is beleértve, ez közel 4 milliárd forintba fog kerülni. Tudni kell, ezek az erdészeti részvénytársak nem költségvetési szervek, ezek gazdálkodó szervezetek, tehát őnek abból a gazdálkodásból származó pénzeszközöket kell erre fordítani, még ha ilyen ünnepi pillanatban nem is szép dolog erről beszélni, de ez a valósághoz tartozik. Úgyhogy ez az első kihívás. Nyilván minden kolléga, a kolléganő úgy áll hozzá, hogy ennek megfeleljünk, és a továbbfejlesztésben pedig egyértelműen az MLB részéről, mint katalizátor tulajdonosi joggyakorlótól csak azt mondhatom, hogy minden bizony az elemzések követően további objektum bővítésekre lehet számítani. Itt arra kell gondolni, hogy nem csak a gyalogos, a bakancsos turisták, hanem a kerékpárosok, a lovasok számára is szeretnénk egy olyan lehetőséget biztosítani, amely itt a térségben egy tartalmas itt tartózkodást, egy aktív kikapcsolódást, egy pihenést tud biztosítani. Nyilván az erdő adja ehhez az alapot, az az erdő, ami nekünk természetesen a gazdálkodásunknak is az alapja, és szeretnénk megragadni azt a lehetőséget is ezzel az ökoturisztikai hálózattal, hiszen ehhez majd csatlakoznak tanösvények, tájékoztatótáblák, hogy az ide látogató turisták ne azzal a képzettel térjenek majd haza, hogy az erdőgazda, az erdész az nem ért semmi máshoz, csak a favágáshoz, hanem igenis az erdészben lássák meg az erdő jó gazdáját, és a szlogenünk is ebbe az irányba mutat, hiszen a szlogenünként azt a jelmondatot választottuk, hogy erdészek a jövő szolgálatában. Én úgy gondolom, hogy ez hülyen hordozza azt a hitvallást, amit ezek a projektek, ezek a fejlesztések megvalósítanak.